A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélő adása. Nem tudom már, hogy hányadik adás, mert próbáltam utána számolni, de hát már 100 fölött vagyunk természetesen, és ilyenkor egy kicsit így mindig felmerül, hogy lehet-e megújulni, lehet-e valami újat mutatni. Hát amit most elégedetten tudok bejelenteni, hogy van olyan vendégünk a stúdióban, aki még eddig nem volt itt velünk, remélhetőleg nem utoljára érkezett, azért Szabó Róbert, a Fejér megyei Hírlap és a Feol ifjú újságírója. Köszöntelek a stúdióban. Remélem, hogy a megilletődöttségedet, hogy ilyen nagy mogulakkal ülhetsz együtt, majd hamar le tudod győzni. Rajtam kívül ki még? Köszönöm szépen a meghívást, hát reméljük, hogy ez össze fog jönni, bár nagyon sokat szeretnék tanulni a mellettem ülő kollégától, tehát ezt már a Hírlapnál is én úgy emlékszem, hogy említettem neki. Tőle balra. Igen, igen. De úgy érzem, hogy ez majd így szépen oldódni fog. Hát igen, igen. Tulajdonképpen már utcát neveztek el Horog Lacziról, amikor te megszülettél, ugyebből. Úgyhogy ez így reális, ahogy ő mondaná. De azért Mátai Balázsról se feledkezzünk meg, aki legalább olyan régóta van a pályán, és hát két ilyen mogul és súlyos egyéniség között az ütköző ponton lenni, nyugodtan mondhatom, hogy rögtön a mély vízbe dobtalak ezzel a szerepvállalással. És ezzel már természetesen túl is vagyunk tulajdonképpen a bemutatáson, hiszen Mátai Balázs, illetve Horog László. Magadról még néhány szót, Zoli. Igen, születtem 1900... ezt nem most, szerintem ezzel mindenki tisztában is legalább annyira nem érdekli. A folytonosság ezzel együtt, hogy van új vendég, természetesen az adásban megvan, annál is inkább, mert azok a témák, amiket egy héttel ezelőtt boncolgattunk, nem vesztettek aktualitásukból, javában zajlik ugye mindenféle bajnokságban és pontvadászatban a szezon hajrája, sőt van, ahol most kezdődik az igazi lényeges időszak. A foci nem ilyen, mert ott nincs rájátszásos rendszer, de itt is el lehet mondani, ugye az angol slangben talán nem csak az angol bajnokságra mondják, hogy a money time most következik, az az időszak, amikor igazán nagy kérdések dőlnek el, és amikor igazán villantani kell valamit. Ez igaz egyébként sokféle bajnokságra és a Bajnokok Ligájára is, amelyről szintén beszélünk majd a mai adásban. De hát akkor kezdjük itt a kis mi szűkebb környezetünkben a Vidivel, vagyis a Fehérvár FC-vel. Egy héttel ezelőtt ugye még csak reménykedtünk benne, hogy egy viszonylag gólinséges, bár pontokban végül is nem olyan rossz időszak után a gólzsák is kiszakad, hiszen érkezett a Mezőkövesd, amely most már nyugodtan tekinthető kieső csapatnak, és ez kicsit talán a mentalitásán is érződik. Érdekes egyébként, hogy a Kisvárda a másik elparentált együttes, amelynek még a klubigazgatója is úgy nyilatkozott, hogy na jó, megyünk a levesbe, csak engem ez nem érdekel már. Igazi jó motivációs tréneri magatartás, ugye, amit Révész úr előadott Kisvárdán. Szóval, hogy belegondoltok, hogy a főnökötök azt mondaná egyszer nektek, hogy hát annyira szarok vagytok, hogy mehettek a levesbe, de engem ez nem nagyon érdekel, őszintén szólva. Látok, se nézek most már. Mondjuk ő azért mindig tudott érdekeseket mondani. Szóval valahogy mégis a Kisvárdán azt érzi az ember, hogy így becsületből azért mennek, ugye most is kiharcoltak Diós Győrben egy döntetlen, tehát úgy, mintha próbálnának valami utolsó szalmaszába kapaszkodni. Ellentétben a Mezőkövesd itt egy fél időn át még úgy, ahogy állt a sarat, aztán pedig tényleg a totális kipukkadás vagy összezuhanásnak a iskola példáját mutatta be. Ugye ehhez képest kéne értékelnünk azt, hogy most akkor tényleg örüljünk-e, hogy a Vidi négy olyan meccs után, amikor talán egy gólt sikerült összesen lőni, rugott ötöt, és akkor ezzel kilábolt-e valamiféle gólinséges időszakból, vagy ez inkább arról szólt, hogy tényleg az ellenfél már minden reményét elvesztette? Is. Én úgy gondolom, hogy is. Az első fél idő az kuka, úgy, ahogy van, bár egy gólt azért rugott a Vidi, de ott nem volt meg az a játék, amiben benne lett volna az, hogy legyen több, ki kell mondani, sőt, Drazsics révén kettő hatalmas helyzetet
meg ugye Tóth Balázs nagy védése az egyik ezek közül, a kövest hagyott ki. Aztán jött a második félidő, ahol viszonylag, nem is azt mondom, hogy nagyon gyorsan, de ez az első negyed óra környéke, vagy vége környékén, a 60. perc környékén megjött a második gól, és az attól aztán teljesen összezuhant a mezőkövesd, és gyakorlatilag onnantól kezdve tényleg az volt a kérdés, hogy hány percet hosszabbít a játékvezető, lesz-e még a 5.-re 6. és a többi, tehát ott tényleg nagyon csúnyán összezuhantak. Tehát azt gondolom, hogy nagyon mély következtetéseket levonni ebből a teljesítményből nem lehet, de a győzelmet nem kell megmagyarázni, 5-0 ott a táblán, ennyi. Kellett ez a Vidinek, azt gondolom önbizalom szempontjából, hogy önbizalom növelés tekintetében. Jön most a Paks elleni meccs, ott majd meglátjuk, hogy mit ért ez az ötös. Szeretjük ezt az eredményt a sóstói táblán olvasni, hogy 5-0. Történelmi időkben ugye vannak erre nagyon szép példák. Robi, te hogy érezted, itt most a Vidi javult fel ennyire, vagy az ellenfél volt a megfelelő? Hát igazság szerint, tehát hogyha tabellán elfoglalt helyeket nézzük meg, és az idei évet, akkor szerintem reális volt ez a különbség. Az már más kérdés, hogy én se vonnék le ebből a mérkőzésből messze menő következtetéseket. Hozta a kötelezőt a csapat, szerencsére gólgazdagon. Én mindig azt szoktam mondani, hogy inkább legyen rosszabb a játékképe, mint hogy pontot bukjon a csapat, és mellette mondjuk jól játszik, mert azzal igazából nem megyünk semmire. Uh-huh. Szerintem, tehát mindenképpen ez a Paks meccs lesz az, ami dönteni fog sok mindenről. Egyrészt ugye a harmadik helyről is szerintem, másrészt arról, hogy esetleg mondjuk utol tudjuk-e érni őket. De hát mindenképpen azért ez szerintem egy motivációs löketet adhat a csapatnak. Hát a Paksról fogunk még beszélni, már csak azért is, mert Lacira való tekintettel nagyon szereti őket. Én egyébként nem azért vettem fel ezt a Zöldíget, kollégáim szóvá tették, hogy beülök a fehérvári sportműsorba. Te a Fradi mehette. Igen, hát végülis eldőlt a bajnoki cím, mondjuk ki, talán nem is most feltétlenül, hogy a Ferencváros megvette a Paksot, de most aztán végképp és biztosan, az is lehet, hogy az elkövetkező 15 évre is még, de ez a mostanira mindenképpen. Visszatérve még a Vidire, ugye Christensennel olvastam most egy interjút, ahol elmondta, hogy tulajdonképpen amióta őt kicsit feltolva játszhatja a Zselák, azt ő sokkal jobban élvezi. Egyrészt ő maga önkritikusan mondta, hogy bár ebben a hatos pozícióban is sokat játszott, a párharc nyerése az nem az ő erőssége igazából, viszont látjuk, hogy elképesztően jó bal lába van, vállalkozik is, tehát tudja is magáról, a csapat mozgatása, a kulcspasszok kiosztása is talán sokkal jobban illik az ő profiljába, és ezt csak azért szeretném így kicsit talán tárgyalni, mert nem nagyon beszélünk egyéni szinten erről a Vidiről, ugye gyakorlatilag Kodró volt az utolsó, akit kibeszéltünk, mert elment, meg Tóth Balázs, mert minden meccsen hoz néhány pontot a csapatnak a bravúrjaival. Talán kritika, talán nem, hogy olyan egységes massza az egész. Én még ő benne látom azt, aki képes egy kicsit felfelé kiragyogni. Ez volt a tökéletes futball délután, nagyszerű idő, 5 gól, bejön Karamoko, gólt szerez, bejön Berki Marcell, gólt szerez, tényleg Isten eljön játszotta. Christensen is, tehát tulajdonképpen nem volt értékmérő ez a mérkőzés, mert olyan csapattal játszottunk, aki tényleg elengedte, biztos, hogy elengedte ezt, de nem tud más csinálni 13 pontos hátrányból, és ahhoz már elég kevés forduló van hátra. Az biztos, hogy a Paks elleni felkészüléshez a lelkeknek nagyon jó tett ez a mérkőzés, illetőleg hát öles léptekkel közelítünk a bronzérem felé, tehát azért sűrűsödik mögöttünk a mezőny, valóban egy paksi győzelemmel a csapat ott lehet a második helyen, illetőleg közelíthet jelentősen hozzá. Azzal együtt ott mondom, mögöttünk az MTK, a Debrecen és a Felcsút is azért pofozgatják egymást ezek a csapatok. De kicsit nekem olyan érzésem van egyébként, hogy a Vidit kritizáltuk, és ez a tavasz ez a játék minőségét tekintve mondjuk nem hozott olyan nagy előrelépést, viszont ugye masszívan ott van a harmadik helyen az együttes, miközben majdnem minden héten, egyik héten azt mondjuk, hogy a Debrecen már nagyon veszélyesen jön föl, a Diósgyőr nyert néhány meccset, hopp, már ők is 2 pontra vannak, akkor az MTK most megint összeszedte magát, volt, amikor a Zalaegerszeg, ott is a Mártonnal elkezdtek, és hogy Puskás Akadémia, mindig nézünk hátra, miközben ezek a csapatok így gyakorlatilag hullámvasútszerűen 2-t vesztenek, 2-t nyernek, 2-szer rosszul játszanak, 1-szer jobban, és azt, még azt a kiegyensúlyozottságot sem mutatják, amit a Vidi egyébként mondjuk hoz legalább a szerzett pontok tekintetében. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezek így jól elesztek egymást pofozgatva, meg kéthetes hullámvölgyekben, akkor is meg lesz szerezni ezt a harmadik helyet, ha már a Fehérvár csak egyszerűen nem botlik. Mert mondjuk kiegyensúlyozottságában nem tudnám megmondani, melyik az az együttes, amelyik megérdemelni mondjuk a bronzérmet a magyar bajnokságban a Vidin kívül jelen pillanatban.
Hát én azt gondolom most, persze mindig szoktam okoskodni, aztán vagy bejön, vagy nem, vagy inkább nem, hogy van hátra 6 forduló, abból 3-at itthon játszik a Vidia. Ha 3 hazai meccset megnyeri a Vidia, akkor megvan a dobogó. Hát akkor valószínűleg matematikailag is hozzá kell tenni, hogy ugye az MTK, a Diósgyőr és az Alegerszeg érkezik, ezek azért pontosan említett, igen, mögöttünk tülekedő kupac. Nem verhetetlenek, de azért a mezőkövesnél nyilván sokkal jobbak, meg motiváltabbak is lesznek. Mindjárt beszéljünk akkor a hátralévő fordulókról, illetve a Paks meccsről, mert tényleg ez most nagyon érdekesnek ígérkezik. De Berki Marcelt említetted, Laci, akinek számára nyilván függetlenül attól, hogy milyen volt az ellenfél, azért egy életre szóló emlék és élmény lesz, hogy megszerezte első NB1-es gólját. Őt, amikor a télen, vagy talán már ősszel, nem is tudom, visszahozta a klub, ugye játszott kint, edződött Ausztriában, akkor sokan gondolták, hogy na talán majd egy olyan fiatal, aki megmutatja, hogy már magyar viszonylatban azért képes egy jó teljesítményre. A Szoboszlai útját járta utánpótlás, szinte hú, milyen jó lesz majd. Igen, hát a párhuzam nyilván megállja helyét, de nem az elért eredmények tekintetében. És akár őt, akár a többi fiatalt nézzük, ezt is nehéz eldönteni, hogy merre indul el a Vidi. Mert beszélgettünk itt a fiatal percekről, beszéltünk sokat Pető Milárról, becserélt korrekorder kis fiatal Kovács gyerekről, most éppen Berkiről, mert rugott egy gólt, de hogy stabilan bármelyikük meg tudja vetni a lábát a Vidi csapatában, azt még egyelőre én nem látom. Mondjuk erre tökéletes volt ez a meccs, hogy az említett fiatalok bejöttek, előzőleg Tóth Tamás Vid szerzett nagyon fontos gólt, ami kellett a győzelemhez, tehát önképpen ilyen szempontból Zselák jót húzott ismét, hiszen folyamatosan hozta játékba a fiatalokat, és olyan érzésem volt Berki gólja után, hogy Kispető is betalálhat egyébként, akit nagyon ügyes futballistának tartok, de hát mindegy az. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a mérkőzések arra igenis jók tényleg, hogy önbizalmat szerezni. Igen, a Paks meccsen sok múlhat, illetőleg a nagyon sok múlik május 11-én az utolsó öti fordulóban Debrecenben is. Tehát nagyon jó lenne addigra már úgy érkezni oda, hogy már nézzük a rövidesen következő előselejtező sorsolást a nemzetközi poronda, ahol még nyilván nem leszünk érdekeltek, de az biztos, hogy én most már majdhogy nem biztosra veszem a nemzetközi kupát, így, hogy a múlt héten által említett magyar kupa sorsolás is kvázi tökéletesen alakult olyan tekintetben, hogy én úgy gondolom, hogy Nyíregyházát megveri a Fradi, és én azt hiszem, hogy a Paks is meg fogja verni a Kisvárdát. Tehát ha ők döntőznek, már pedig minden jel arra mutat, akkor a negyedik helyről is nemzetközi porondot ér az NB1-es szereplés. Csak nehogy a Fradi is idő előtt elhiggye ezt magáról, bár most nekünk jó lenne egy Fradi-Paks döntő, de azért legyünk őszinték, a lelkünknek az is tudna jót tenni, ha mondjuk a Ferencváros kikapna egy elődöntővel, és valamiért megint lehetne egy kicsit kárőrvendeni. Ez a kétarcúsága érdekes még a Vidinek, amiről sokat beszéltünk, nem tudom ti, hogy látjátok, hogy olykor mer magyar szinten nagy csapatként játszani, olykor meg, minthogyha tényleg a biztosra, a megúszásra menne, és hát most jön majd egy olyan mérkőzés, ahol nagy kérdés, hogy például Zselák mit gondol erről, mert azért a Paks hazai pályán, de egyébként mindenhol láttuk, hogy képes gólokkal nyerni, akár komoly ellenfelek ellen is. Nyilván az egyik legjobban megszervezett, felépített csapat jelenleg. Úgyhogy engem érdekel, hogy majd milyen alapállásból megy oda a Vidi erre a meccsre. Hát ha azt nézzük, hogy olyan lesz a meccs, csak az kéne, hogy úgy álljon hozzá a Vidi ahhoz a meccshez, mint az ősz utolsó körében az itthoni mérkőzéshez. Úgy focizzon a Vidi, úgy álljon hozzá a Pakshoz, mint akkor. És a Paks is játszon annyira, hát mondjuk úgy visszafogottan, vagy gyengébben, a Fradi meccs után kicsit kizsigereltek voltak, vagy fáradtak a játékosok, mondják ők. De a lényeg az, hogy ha olyan hozzáállásra játszik a Vidi, mert akkor ebben az egész szezonban akkor láttam a legjobban focizó Vidit és a legjobban akaró Vidit, akkor szerintem Pakson sem lehet gond. És biztos vagyok benne, hogy akkor nem kap ki a Vidi. Azt azért tegyük hozzá, hogy azon a mérkőzésen, ami valóban szerintem is a legjobb meccse volt talán az egész Zselák érának, ott egyrészt ugye a Paks, ez az utolsó forduló volt az őszi szezonban, és hát többek között a fiatal szabályban ugye egy utánpótlás kapussal a kapuban kezdett, akit aztán a szünetben Szappanos váltott, akiről megint érdemes néhány szót beszélni. Mások is voltak, akik ott hiányoztak, kezdőként játszottak fiatalok. Hát a videót, a Vidi pedig egy nagyon jól felívelő és egységessé összeálló játékot hozó
sorozat végén volt, tehát pont a csúcsán ennek az őszi szezonnak, úgyhogy tulajdonképpen úgy találkozott a két csapat és Fehérváron, hogy nyugodtan kimondhatjuk, hogy a Vidin számított esélyesnek, most nem tudom, hogy így van-e. Hát az lesz a kérdés, hogy tényleg, hogy Zselák hogy fogja ezt felfogni, mert én mondjuk azt a tendenciát látom, hogy azokon a meccseken, ahol a riválisokkal játszanak, mint például ugye Felcsúton a Puskással, tényleg inkább arra ment, hogy célfoci, legyen meg az egy pont, és akkor nem jönnek közelebb hozzánk. Abból a szempontból, amit ugye mondtál is, hogy a mögöttünk lévő csapatok ugye pofozzák egymást, és most már nagyobb egy kicsit a mozgó táv, tehát nem kell attól félni, hogy mondjuk egy vereség esetén utolérnek minket. Én inkább mondanám azt, hogy menjünk nekik a Paksnak, hiszen viszont, hogyha nem lesz meg a győzelem, akkor szerintem az utolsó esély lesz, amit elszalasztanak, hogy esetleg odaérjenek a második helyre. Viszont ugye azt is fontos megnézni az elmúlt évekből, hogy a Paks általában mindig a szezon végére eresztett le, és hiába volt a második, harmadik helyen nagyon sokáig, általában az ötödik, hatodik hely környékén végeztek, és mindig az utolsó fordulókba bukták el a pozíciót. A paksi belügyekről mindjárt a stúdió Paks szakértőjét megkérdezzük, hogy ő hogy látja ezt. Egy kicsit tényleg egyébként engem arra a helyzetre emlékeztet ez a szituáció, amikor egy futó, mondjuk egy maratoni vagy egy hosszú táv végén látja maga előtt az előtte futót, és látja maga mögött az üldözőket, és mondjuk ő a dobogóért vagy egy ilyen előkelő helyért fut, és akkor nyilván a saját erőllétét, taktikáját, az ellenfél állapotát felmérve dönti el, hogy megpróbálja-e befogni azt, aki előtte fut, és valami fényesebb érmet egy nagy hajrával elérni, vagy hátra néz, és azt mondja, hogy ez se rossz, úgy futok, hogy a mögöttem lévőkkel szemben megmaradjon ez a különbség. Ez egy kicsit valószínűleg fejben mentalitás kérdése is. A Vidi nem tudom, hogy most rá akar-e menni a Paksra, azt mondja, hogy hát végül is, ha sikerülne nyerni, akkor ugye egy pont lenne a második helytől a távolság. Ez bőven azt jelenti, hogy akár az ezüstérem is meg lehet a szezon végére. Ugyanakkor, ha megvan a biztos döntetlen mondjuk, akkor meg a mögötte lévők nem tudják befogni őt, vagy nem tudnak sokkal közelebb kerülni. Nem tudom én se, hogy ez ilyen okoskodás persze, mert egyébként majd úgyis a szakmai stáb kidolgoz egy taktikát, és meglátjuk, mennyit sikerül belőle megvalósítani. Az őszi azért volt speciális meccs, mert ott a Paksnak nagyon kellettek a percdíjak. Bognár Gyurit megtalálta a Fradi vezérkarai, ő vissza az Iszaszúrra. Az előtte levő meccsen közölte, hogy ha mi már nem eshetünk ki az NB1-ből, annyi pontunk van, a Fradi még kieshet. És akkor jött az ominózus fehérvári meccs, ahol három ifista játszott gyakorlatilag. Kapus mélyvízbe került, meg két másik futballista is, és ott szemlátomást, ott pénzt gyűjtött a Paks azon a mérkőzésen, azt elengedte, hogyha felállnak ők is a teli csapattal, valószínűleg akkor is nyer a Vidi, de azért volt különleges ott, mert a Vidinek nagyon kellett a győzelem, a Paksnak kevésbé, hiszen az őszi elsősége megvolt már. Ez annyiban lesz más, én nem gondolnám, hogy Zselák bátor taktikával megy ki a Paks ellen, amúgy se jellemző rá, és én szerintem berendezkedik a Vidi a döntetlenre, aztán várja majd a lehetőségeket. Én nagyon meglepődnék, hogyha nem kontrázna a fehérvári együttes, mert tulajdonképpen Pakson a második helyzetnél jó az X, és valóban, hogyha hátrafele nézünk, akkor is tökéletes a döntetlen a Vidi számára. Érdekes, hogy a Paks most van túl egy ilyen mérkőzésen, hiszen az Üllői úton ugye a Grupamában, hát azzal együtt, hogy matematikailag gyakorlatilag az utolsó sansza lett volna, hogyha ilyen aranyérmes álmokat kerget, akkor valami meglepetéssel esetleg még nyíltá tegye a bajnokság végét. De azért mégis azt lehetett érezni, hogy Bognár György valószínű alapfilozófiájával szöges ellentétben nagyon biztos védekezésre mentek rá, vagy csak egyszerűen ennyire kijött a különbség a két csapat között. Voltak ugyan kisebb lehetőségeik, de nem lehetett arról beszélni, hogy bármiféle esélyük lett volna nyerni. Most pedig egy olyan mérkőzés következik, amikor valószínűleg az ellenféltől fognak ezzel szembesülni, és a Paksnak ez sokkal komfortosabb szerintem, hogy rámenni az ellenfélre és benyomni. Az más kérdés, és akkor térjünk egy kicsit azért ki a kapus kérdése, mert az előző adásokban ugye feszegettük, hogy Szappanos vagy Tóth Balázs lehet a magyar válogatott harmadik számú kapusa az Európa-bajnokságon, hogy egészen parádésan tért vissza a kapuba ugye a paksi kapuvédő, 9 védése volt a Fradi ellen, köztük elképesztő bravúrok is, gyakorlatilag 1-2 percen múlt, hogy nem hozta le kis túlzással egy személyben gól nélkülire a meccset. Ti hogy látjátok, ez a Paks Vidi például ilyen szempontból lehet egy mondjuk egy rossz jegyzetfüzetben egy ilyen erőteljes piros filccel aláhúzott lábjegyzet, mert itt most a két kapus szemtől szemben
ilyen szempontból például nem mindegy, hogy melyik csapat lesz a támadóbb felfogású, és melyik kapus tudja jobban bizonyítani a képességeit. Hát nyilván a Tóth Balázs fog jobban tűz alatt állni majd a mérkőzésen. Csodálkoznék, ha nem így lenne. Tehát egyetértek Lacikával, ritka pillanat. Mindig. Inkább visszahúzódva a kontrákra játszva. Csak az, hogy a Kacráti nélkül, szóval nagyon nehéz gyors kontrákat játszani, most megint egy kicsit odaszúrtam Zseláknak, hát ha szeret még jobban majd minket. De, szóval, nem tudja ki vagy, úgyhogy nincs lehetőség. Nem, így van. Tehát a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy a Vidinek persze tökéletes az egy pont, és Tóth Balázsnak megint nagy szerepe lesz abban, ha sikerül egy pont vagy letán győzni, mert lehet, hogy rugunk egyet, ahogy Kecskeméten is, de ott is azért hát mondjuk úgy, hogy a malacka mellettünk repült. Szóval Tóth Balázs nagyon sok pontot hozott a Vidinek, ez tény, és azt gondolom, hogy hosszú távon biztos, hogy ő lesz a megoldás majd, hiszen 23-24 éves szappanas egy tízessel több. Lehet, hogy Rossi is úgy gondolkodik most, hogy ha mindketten ilyen parádésen védik végig a szezont, hogy jó, 34 évesen legyen ez egy utalomjáték a szappanosnak, elviszem őt az EB-re, mert tényleg szakmai alapon jelen pillanatban nem nagyon lehet különbséget tenni köztük, mind a ketten remekül védenek, és akkor utána a jövő úgyis a Tóth Balázsé. Nem tudom, de az tény, hogy a Balázsnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy a Vidi a harmadik helyen áll, mert most nem akarok úgy pontokban számolgatni, de 6-7 pont biztos, hogy pluszban oda ment a Vidi neve mellé, amit ő hozott eddig ennek a csapatnak. Lehet, hogy több is, visszafogott vagyok, de néha a védelem az úgy, ahogy van Kuka és átjáróház, de akkor még mindig ott van ő. Sokszor. Robi, te nem voltál itt az előző adásokban, neked mi a szappanos Tóth párharcban, virtuális párharcban az álláspontod? Hát én mindenképpen a Tóth Balázst vinném az Európa-bajnokságra, hogyha választanom kéne a két kapus között. Pont ez, amit te is mondtál, hogy fiatalabb, szerintem a harmadik számú kapusnak pont, hogy egy fiatalabb kapusnak kell lennie, aki mondjuk magába szívja azt a tapasztalatot, amit mondjuk akár a Gulácsitól, a Dibusztól tanulhat, mert egy Európa-bajnokságon apró dolgokat leshet el tőlük szerintem, amit aztán tud ő is hasznosítani. És tényleg én úgy gondolom, hogy pár év múlva ő lesz az a meghatározó magyar kapus, aki oda kerülhet a válogatottba, és mondjuk akár Dibuszt, akár Gulácsit pótolhatja a jövőben. És hát valahol félek is attól, hogy mondjuk a Fradi lecsap rá. Nyilván ugye most először még a Vidinek kéne megvennie, és bebiztosítani azt, hogy jövőre is ő legyen a kapus, de hát reméljük, hogy ezen már rajta van a csapatnak a vezetősége. Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy karrierépítés vagy jutalom, mi legyen Rossi elsőleges szempontja. Nyilván nagyon sok összetevője van ennek. Mondtam, hogy a Paks szakértőnk itt van, engem az érdekel igazából. Laci, nyilván ha Szappanoshoz vagy az ő teljesítményéhez van kommented, azt is elmondhatod, de hogy te mennyiben látod annak az esélyét, amit így hát vagy kimondunk, vagy ki nem mondunk. Itt Balázs már utalt rá, meg talán Rómi mondta, hogy a Paks leszokott ereszteni néha a szezon végén. Az aranyéremre most már nincsen esélyük, a kupadöntőre én azt gondolom, hogy 100%-osan rá fognak menni, azért az egy paksi futballtörténelemben nagyon nagy dolog lenne. De hogy akarnak-e ők nemzetközi porondra, a bajnokságban ezüstre mindenáron, vagy meg fog látszódni esetleg a teljesítményükön az, hogy most akkor a kupa a hangsúlyos, hogy érzed? Milyen füleseid vannak a paksi öltözőből? Paks kapcsán tulajdonképpen annyi a meglátásom, hogy a futball azért hosszú távon kiegyenlítődik. A Paks nem volt annyira jó csapat, mint ahogy az ősz végén játszott, illetve a tavasz elején megnyertek olyan egygólos meccseket, hogy Windecker talált be, Papp Kristóf, a kupában is, a újpesti kupameccsükön ott voltam, ezen a legutóbbin a Vasas ellen nem. De ez hosszú távon, hogy egy csapatnak csak belszerencseje van, csak szerencseje, ez nem így működik. És a Paks ügyvezetővel beszéltem múlt héten, mondom, talán egy picivel kellett volna jobb csapatnak lenni a Paksnak, hogy bajnok lehessen. Azt mondta, hogy nem. A Fradi, ahogy kiszállt a nemzetközi kupából, csak a bajnokságra koncentrált, a kupára. És ez a Ferencváros azért, ha feláll és komolyan gondolja bárki ellen, annyival gyorsabb a játék a magyar mezőnél, hogy hosszú távon, ahogy bedarálták most is a Paksot a 89-ben. Tehát úgy gondolja a Fradi, megérdemelten bajnok, ahogy az elkövetkező években is. Nekik a második helyre kell beérniük, a kupában is nyilván titkoltan. Egy meccsen lehet, hogy
úgy gondolom, hogy megpróbálják megverni a Fradit, amennyiben eljutnak a döntőig, de az biztos, hogy a Fradi azért most a tavasz igazolja, hogy kiemelkedik, még akkor is, hogyha csak úgy egy-egy gólokkal nyer, de végig dominálja a mérkőzéseket, tehát a Paks alárendelt szerepet játszott azon a találkozón. Mint ugye a Vidi kapcsán is, tehát ahogy az ősz 8 meccsből 7-et nyertünk, úgy én tartottam attól, hogy jön egy nagyon rossz széria tavasszal, de nem jött, mert kikapunk, nyerünk, döntően nyerünk, tehát a Vidi szereplését én a tökélynek gondolom a tavaly nyári beszélgetéseinkhez képest. Pakson úgy gondolom, hogy egy döntetlent fog játszani a videóton. Nyerni annyival azért jobb ez a Paks, még így is, hogy tényleg nincsenek igazán jó formában, de annyival masszívabbak, és nyilván hazai pályán játszanak. Azért ez döntő. És érdekes ez, visszatérve még egy kicsit a mi futballunkra, Tóth Balázs szerepére. Ennyire meghatározó játékos a csapat szempontjából az elmúlt években én kettőre emlékszem. 10 évre visszamegyek, Nemanja Nikolić érkezett Mezei György alatt, és aztán Paulo Sousa nem játszatta. És aztán utána elkezdett párosába gólokat rúgni, és minden megváltozott ennél a klubnál. Ahogy Kodró érkeztével is tulajdonképpen minden megváltozott, hogy kettesével rúgta a gólokat, a középmezőnyből feljöttünk az élmezőnybe, kimentünk a nemzetközi porondra, és Tóth Balázson érzékelem, pont az ügyvezetővel, Balog Attilával beszéltünk a meccs előtt, hogy egészen elképesztő teljesítménye. 2-szer annyi gólt kellett volna kapnia az előzetes indexek alapján, statisztikák alapján, de félelmetes, ahogy véd, tehát én 10-12 pontot hirtelen össze is számoltunk, amit neki köszönhetünk. Hát igen, és valóban ezek a meghatározó játékosok mindig egy kicsit talán azt is meghatározzák, hogy milyen csapatként emlékezünk az adott korszakra, és mondjuk André Alves még azért említhetett volna ki Nikolić előtt, mert aztán vele párhuzamban ugye rúgdosta 20 fölött a gólokat, de azok csatárok, tehát akár Alves, akár Nikolić, akár Kodró, és nyilván azt mondjuk, hogy egy csatár a meghatározó játékos egy csapatban, akkor az egy olyan csapat, amely gólokat rúg, szórakoztat, és még jó eredményt is ér el. Most a kapusunk valószínűleg, akinek elsődlegesen köszönhetjük majd a jó eredményt. Jó, hát meglátjuk, nyilván hozhat még tanulságot, meg érdekes fordulatot, akár ez a paksi meccs is. Most akkor váltsunk egy kicsit témát és sportágat, már csak azért is, mert adásidőnk fele már bőven eltelt, és még csak fociztunk. De hát van nekünk olyan csapatunk, amelyik már bajnoki döntőre készülhet, ugye a röplabdások bejutottak, miközben a MÁV-nak a női játékosai csapata pedig most ma kezdi a bronz csatát. Ez kicsit nehéz kibeszélni, mert tényleg jóval kevesebb meccset látunk, meg egy jóval fiatalabb sikersztoriról is van szó, de ha ti valamennyire jobban nyomon követtétek esetleg engem, igazából az érdekel, hogy van-e esély rá, hogy bajnoki címet szerezzen a MÁV előre. Elnézve a magyar röplabda élmezőnyt, a Kaposvár azt csinál ezzel a mezőnyel, amit akar, tehát úgy tudom, még ki sem kaptak egész szezonban. Nyilván egy jóval erősebb együttes, de az legalább ennyire egyértelmű volt, hogy a MÁV lesz idén is a kihívója, mert nekik se volt igazából reális ellenfelük. A szezon elején kikaptak Kecskeméten, a második fordulóban talán, azóta nem a bajnokságban. A Loki ugye szenzációsan kezdett 16 bajnoki győzelemmel, aztán jött egy kis hullámvölgy, de összességében véve az rendben van, hogy ez a két csapat játssza a döntőt. A Kaposvár egy barótival jobb jelenleg. Tehát egy magas, erős center, tehát rendkívüli mértékben tudja termelni a pontokat. Főleg a MÁV előre ellen szeret tündökölni, tavaly a döntőt is jó részt ő hozta meg nekik. Jó, nyilván egy játékosra kihegyezni egy csapatjátékot nem ildomos, de ha az biztos, abban egészen biztos vagyok, hogy ha valami történne a Barótival és nem játszhatna a Kaposvárban, akkor a Loki simán behúzná ezt a döntőt. Akár 3 meccsen is, ezt kimenem jelenteni. De így, hogy ott a Baróti egyébként egy nagyon masszív jó csapata van a Kaposvárnak, ami egyébként a MÁV előre is jellemző. Tehát itt, hogyha a kulcsjátékosok, Kocsi, Pesti, elsősorban ők ketten hozzák a jobbik játékukat végig ebben a párharcban, és végre a szerencse faktor egy kicsit át tud billenni, vagy legyen egy picit gyengébb napja a Kaposvárnak otthon egy meccsen, hogy tudjon a MÁV fogni egy meccset idegenben, akkor persze, hát ez egyértelmű, akkor meg lehet ezt a bajnokságot nyerni. Tehát én azt gondolom, hogy van rá esély, hogy végül is ez mihez vezet, vagy mire vezet majd, itt tényleg a szerencse is, meg az is dönt tényleg, hogy Baróti milyen napokat fog ki. Hát vannak sportágok, ahol ilyenkor azt mondja az edző a kőkemény hátvédnek, hogy történjen valami az ellenfél legjobbjával. Speciál röplabdában ez a legnehezebb, hogy nem tudom, ilyen feltűnés nélkül egy kis tűvel böködni át ott a combját. Ott az a kétméteres ember, hosszú karra, egyszerűen följebb meg mindenki. Nem lehet az ellenfél legjobbat levenni a pályáról. Igen. Vagy hát nem tudom. Persze Lacinak is van bőve tapasztalata, hogy mondtuk múlt adásban is, hogy a magyar röplabda történelem nagyjaival voltál ugye jóban.
nem tudja, tényleg ilyenkor mit lehet kezdeni, mikor az ellenfélnek van mondjuk egy akkora centere, hogy betakarja a pályát, meg még ütni is tud. De hát valószínűleg akkor tényleg ez lesz az egyik kulcskérdés. A legjobb ütő szerintem nálunk van, tehát az Albán Koci az egészen elképesztően kiemelkedik a magyar mezőnyben, valóban Baróti kulcsfigura, de rá van kihegyezve az egész csapat. Tavaly 5 meccses döntőt vittünk a Kaposvárra, én most nem gondolnám, hogy 5 meccses döntő, de valószínűleg nem 3-0-ás lesz. 4 meccses volt az csak. Hát egyszer megvertük őket itthon az igen, és azt hiszem 3-1 így van. Na és azután, az döntő után mondta Dávid Zoli pár héttel később itt Fejéváron, hogy kiesett a centere, és ha ő nem esik ki, akkor szerinte ott is tudnak nyerni. És végül is beszéltem néhány nap előtt olyan kaposváriakkal, akik röplabdáztak női férfi mezőnybe. Erről az utolsó döntőről kérdeztem őket, és azt mondták, hogy valóban nagyon jól játszott a Fehérvár, de azt a meccset nem tudták volna 2 hét alatt sem megnyerni. Tehát azt a Kaposvár azt a pluszt hozta. Nem egy játékoson múlt, de óriási csatában kapott ki a Fehérvár, és az akkori döntő számomra óriási meglepetés volt, hogy így menetelt az együttes, most már nagyon stabilak az élmezőnybe, és valóban ez a két klub kiemelkedik a mezőnyből. Láttam a miskolceni meccsüket, a debreceni meccsüket, tehát úgy gondolom, hogy abszolút érett erre ez a klub, de Kaposvár én úgy gondolom, hogy annyival felettébb, ha más nem, a 40 éves múlt miatt a csapat előtt jár, hogy ilyen színvonalú mérkőzéseken ők azért valószínűleg jobb döntéseket tudnak hozni kiki szituációban. Tehát Robi, neked első bajnoki címed lehetne Fehérváron, fehérvári újságíróként tudósítani róla ezeken kis apró mérföldkövek. Csak azért, mert még nem volt itt, amikor a Kiskút a női bajnoki aranyérmet nyert teniszben, azóta oda szokott a fiatalember. Igen, és egyébként a gombfoci bajnokság történésével sem vagyok most tisztában. Nem, egyébként tényleg, hogy tavaly egy csapatsportágban szerzett aranyérme volt Fehérvárnak, ez a női teniszcsapat, az MTK elleni győzelemmel, úgyhogy most lehet trukkolni erősen. Hát igen, meg reménykedjünk abban, hogy ugye a lányok is a bronzéremért azért oda fognak érni. Hát ez a Kaposvár, hogy itt már előtte is mondták, tényleg nagyon kiemelkedik. Tehát szoros lesz a csata, apró nüanszok fognak szerintem dönteni. Mondjuk az mindenképpen, tehát most a legutóbbi Debrecen elleni, mert szerintem egy ilyen erős mentális állapotról árulkodik a csapatnál. Tehát én mondjuk azt hittem, ami után 2-1-re már vezettek a debreceniek, hogy ezt a meccset elbukjuk, és akkor kell egy negyedik is ahhoz, hogy meglegyen a továbbjutás, de hát hogyha megnézzük, akkor a Kaposvárnál is ugyanez volt, mert ott is a MAFC azért egy kicsit húzgált az oroszlán bajszát, és majdnem sikerült egy meccset elcsípniük. Mindenképpen igen, ez lesz, hogy Pesti Marci és egy Okocsi hogy fog teljesíteni. Hogyha ők tudják hozni, akkor... És hát amit mindenképpen fontos megemlíteni, és ez már nyilván a kedves nézőknek, hogy egy jó hazai pályát, egy jó fergeteges biztatást azért oda lehet tenni a csapat mögé a Vogban, hogy ne csak Kaposváról egy jó hangulat. Azért Fehérvár szeret bajnok csapatot ünnepelni, és most akkor lesz rá, hát legalább reméljük 2 meccs, hogy Fehérváron is megpróbáljuk ezt. Beszéljünk egy kicsit kosárlabdáról is, mert az előző adás óta ugyan a fehérvári csapat nem lépett pályára, ugye most hétvégén kezdődik a Sopron elleni bajnoki negyeddöntő párharc, viszont játszottak egy magyar kupa döntőt, ahol a nagy meglepetés az volt, hogy a Falkót a Szeged ismét elkapta, egy egészen parád és egyéni teljesítményeket hozó mérkőzésen. Ez az idei Szeged egy teljesen kuriózum számba menő együttes, olyan játékosokkal, akik szerintem bármelyik magyar csapatnak a húzó emberei lennének, de csapatként a rájátszásba se sikerült bejutni, tehát nyilván ez ilyenkor látszik, amikor kevés az, hogy van mondjuk 2 vagy 3 jó kosarasod. De nyilván fehérvári szempontból azért érdekes ez, nekünk ugye most a Sopronra kell koncentrálni, mert többször mondtuk, hogy ez a Falko ez elkaphatatlan, megverhetetlen, nem lehet őket reálisan nézve legyőzni. Hát azért nem úgy tűnik itt a tavasz utóbbi néhány hete alapján, amiben persze belejátszhatott, hogy ők mennyire voltak fejben erre készek. De ki tudja, talán még az is lehet, hogy egy teljes értékű Alba nem esélytelen a Falko ellen. Nem. Akkor kezdem én. Nem esélytelen. Hát láttuk itt a bajnoki meccsen, és ez azért veszélyes taktika, ha bármennyire is jó egy csapat, akkor úgy gondolja, hogy most hátradőlök, mert itt nekem akkor előnyöm van, és kicsit beletespedek a dolgokba, akkor meg mindig nagyon nehéz visszajönni, felpörögni. És ez lehet, hogy az Alba ellen kicsit azért ez a mentalitás jellemezte a Falkót valamelyest, mert nyilván az Alba nem ennyivel jobb csapat, mint amennyivel nyert, meg amennyivel jobban játszott most a Falkónál,
De a két csapat között nincs akkora különbség, hogy egyébként a Falko azt gondolja, hogy akkor most kicsit takarékos. Na, őszintén, hogyha a kaposvári röpiseknél azt mondtad, hogy azon az egy játékoson múlik, főleg egy máv előre ellen, vagy hát nagyon jó szokott lenni. Jó részt, igen. Akkor mi van, ha ebből a Falkóból a Pell hát, kiesik? Nem kívánjuk nyilván, és kosárlabdában még ellentétben a röplabdával ugye azért könnyebb megsérülni mondjuk egy testest elleni csatában, még ha elvileg ott se szabadna. De nem ezért kérdezem, hanem mert én is itt is azt érzem, hogy van egy olyan kémegasló játékosa a Falkónak, aki nélkül az összes légiósukat figyelembe véve, és Keller Ákost, és Benke Szilárdot, és nem tudom kit, ez a Falkó nem biztos, hogy jobb csapat az Albánál. De hát persze azt is hozzátetjük, az Albából is kiesett valaki, akármi könnyebben is, mert meg kevesebb a kulcsember. A tavalyi döntőn is azért pot hiányzott meccseken, és mégis nem nagyon látszott, pedig akkor még Pongó itt volt. Nem is pot, hanem az amerikai hátvédjük volt, aki igazából hiányzott De nekik. Pot is hiányzott meccseken, tehát ő is másfél meccset kihagyott volt, olyan, amikor ment bringázott, akkor szóltak, hogy szállj be, akkor visszajut a bringára. Tehát érdekes volt. Az más kérdés, hogy számomra megdöbbentő volt ez a magyar kupa eredmény a Szeged ellen. Jó, a Szombat is igazán otthon erős, tehát otthon nem nagyon tudják megszorítani sem őket. Azért kikaptak a második fordulóba Szegeden, kikaptak Debrecenbe, tehát volt nekik vereségük. Az más kérdés, hogy ott kellene nyernünk ötödik meccset, ha úgy alakul, mert itthon játszunk el a gondolatot, hogy döntőzünk, itthon meg fogjuk őket verni, én úgy gondolom. Ott nehezen tudom elképzelni, és az arra valóban jó volt a hétvége, hogy a Szolnokkal is komolyan kell foglalkoznunk, hiszen azért a döntőt utolsó negyed óráját elképesztő jó játékkal hozták, de az biztos, hogy a Falkótól én ha nem is nyugodt, de egy magyar kupa győzelmet vártam, és azt hiszem mindenki így volt ezzel. Igen, ez jó kérdés, hogy egyébként mennyire, nyilván semennyire nem szabad előre szaladni, először a Sopron párharcon kell túl lenni, utána a papírforma szerint jön az a Szolnok, amely megnyert a magyar kupát, tehát valóban azért egy nagyon komoly riválisnak ígérkezik, de talán ez is mutatja, hogy én most megint egy ilyen jó, izgalmas és emlékezetes rájátszásra készülök, hát hogy meddig tart, az majd persze kiderül. Igen, az elején azért nagyon fontos lesz ez a Sopron elleni párharc, mert azért nem egy rossz csapat ez a Sopron. Ezt láttuk például itthon a hazai alapszakasz meccsen is megküzdöttünk velük, nagyon az utolsó pillanatban húztuk csak be ezt a mérkőzést. Tehát ez nagyon fontos lesz, hogy magabiztosan vegye az Alba ezt a párharcot. És aztán hát Szolnok. Meglátjuk, hogy egyáltalán a Szolnok kerül-e oda. Tavaly is ugye rájuk számítottunk az egyik ágon, aztán azt hiszem a Körmend verte ki őket végül. Hogy ez a Szolnok az idén tényleg eléggé laposnak tűnt sokszor. Nem túl éles játékot játszott, és nem túl jó játékot játszott, viszont most a Magyar Kupa döntőben, főleg tényleg a második részében a finálénak egészen jó játékot produkáltak, úgyhogy nem lefutott ez a dolog, hogy akkor már mindjárt rögtön egy Alba-Falkó döntőt boncolgassunk, várjunk még ezzel, de az biztos, hogy egyértelműen ez a két csapat emelkedik ki ebből a mezőnyből jelenleg, a tavalyi két döntő és a mostani két újabb bajnoki döntőre aspiráló csapat az Alba és a Falkó. Jó, hát majd kiderül, és akkor itt az adás vége felé még egy sorozat, aminek jön a végjátéka, de ez már nem fehérvári vonatkozású, sajnos még egyelőre. Igen, most láttátok, egy mesterséges intelligenciával leképeztették 2100-ig a Bajnokok Ligája végeredményét, hát elég érdekes dolgok jöttek ki. Az AI szerint idén a Barcelona nyeri a Bajnokok Ligáját, jövőre a Manchester United, ez már egy kicsit viccesnek tűnik, de az igazi vad dolgok azok úgy 2040 nem tudom hánytól kezdők, a Ferencváros is bejósolta valamikor 2070 valahányra, meg olyan klubokat, amiknek a címerét se ismerem. Tehát a mesterséges intelligenciát még egy kicsit a sporttal azért valószínűleg jobban képbe kell hozni, de akkor most maradjunk nem ilyen távlatokban. Ugye ma este a Real Madrid a Manchester City-vel játszik egy véletlenül tényleg csúcs találkozónak nevezhető mérkőzést. Zsinórban harmadszor játszik ez a két csapat egymással itt a kieséses szakaszban, de az Arsenal Bayern München sem ígérkezik azért rossz párharcnak. Holnap pedig ugye a Barcelona és a Paris Saint-Germain és az Atletico Madrid a Dortmunddal. Hogy látjátok most az esélyeket? Csak röviden viszonylag. Ilyenkor most tényleg azt kell megint elővenni, hogy a BL genetika és a Real Madrid és a mindig, amikor kell, vagy azt, hogy a City mennyire elképesztően erős és verhetetlennek tűnik, vagy
úszik valaki a súranó pályán, akár a Barcelona, ha már a mesterséges intelligencia ezt jósolta nekünk? Hát a Real Madrid Manchester City mindenképpen egy előre hozott döntő. Én arra leszek kíváncsi, hogy Haaland mennyire fogja tudni összekapni magát, mert a nagy csapatok ellen annyira nem megy neki eddig. Az Arsenal-Bayern München mérkőzésen, hogyha a Bayern München hétvégi teljesítményét nézzük, vagy az ugye, utóbbi néhány hétvégét, az utóbbi néhány hét, hát akkor Anglia szerintem jelenlegi legjobb csapatával fognak játszani. Én nehezen tudnám azt elképzelni, hogy meg tudják lepni Tuchelék. Na jó, de látod a Porto ellen az Arsenalt, Anglia hát igen, legjobb csapataként, tehát a 11-esekig imádkozták a szurkolóik a dolgot, igen. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy akár célfutballal, akár nagyon tudatosan felkészülve, és azért a Bayern München valószínűleg jobb csapat a Portónál, legalábbis alaphelyzetben, tehát azért lehet ebben a párharcban is némi élesség még. Hát mindenképpen, tehát nem is írnám le a Bayern München, de szerintem jelen pillanatban az Arsenal több eséllyel pályázik a továbbjutásra. Hát a szerdai mérkőzések közül a Barcelona-PSG ez mindenképpen egy pikáns találkozó lesz, már csak ugye a történelembe visszatekintve 2015-ben, hogyha jól emlékszem, akkor ugye az a nagy fordítás a Barszától. Szegény emeritot elparentálták, mint valami reménytelen szerencsétlent, azóta is nyer zsinórban, meg most már felhozta élcsapatnak ugye a Premier League-ben az Aston Villát, de az nagyon ráégett, hogy ott képesek voltak, nem is tudom, 4 vagy 5 gól előnyből négy kiesni. De a pikantéria egyébként ezzel együtt például Luis Enrique is, aki ugye a Paris Saint-Germain edzőjeként tér vissza Barcelonába, tehát valóban ez egy érdekes párosítás. Hát meg ugye nyilván azért is, mert hát a Barcelona is elég felemás az elmúlt években, illetve hát ebben az évben is a bajnokságban azért voltak érdekes eredményeik. És hát igazából tehát ez szerintem bármelyik mérkőzést választja az ember megnézni, ez biztos, hogy nem fog csalódni. Ja, hát még az Atletico Dortmundban is beszéltem, a Dortmund kilóg nagyon lefelé ebből a 8 csapatból. Játékban az Atletico sem kiugróval, Inter ellen tovább mentek, de az is érdekes körülmények között. Én úgy gondolom, hogy az tényleg előre elrendelt dolognak tűnik, hogy aki túljut a Real City párhasból, az meg is nyerte a Bajnokok Ligáját. Mondjuk 2 éve óriási szerencsével jutott tovább a Real Madrid, aztán nagyszerűen játszott a döntőben. Tavaly meg nem nagyon találták a helyüket, tehát úgy kaptak 4-et, hogy Fodennel nem tudtak mit kezdeni. Ott Ancelotti taktikailag megverte Guardiola. Nyilatkozta előtte a meccs előtt is, hogy ezt most nem fogom túl gondolni, bárki bármit mond. És aztán most viszont a döntőben viszont az Inter sokkal jobban futballozott Inzaghival, és ott óriási szerencsével nyert a City. Ez egy nagyon komoly párharc. Én úgy gondolom, itt is ennek a kettősnek a győztese nagy valószínűséggel megnyerheti a BL-t. A Bayern München kapcsán érdekes, hogy ha nem ennyire a BL végjátékában lennénk, szerintem nem Tuchel lenne már a Bayern edzője, mert szóval Heidenheimbe kikapni az újoncnál, meg elég furcsa eredményeik vannak. Lehet, hogy talán el is elengedték a Bundesliga így, hogy közel 20 ponttal vezet már a Leverkusen. Az biztos, hogy a bayerni játékban nagyon szörnyű, de ezzel együtt is olyan állománnyal rendelkeznek, hogy tőlük azért bármi kitelik, tehát én az Arsenalt pedig valóban jó formában vannak, de nem gondolnám, hogy ők döntő esélyes csapat lennének így sem. Én is azt gondolom egyébként, hogy a Bayern megfoghatja az Arsenalt, gyenge hazai teljesítmény ide vagy oda, azért a BL-ben csak elvergődtek idáig. Az Arsenal pedig pont a nemzetközi rutinja még azért ezeknek a jó rész fiatal játékosoknak nem olyan magas szinten áll, mint mondjuk a Bayernnél. Ettől függetlenül bármi lehet, ugye labda gömbölyű, szokták mondani, igaz, nem igaz. A Real City oldalon nyilván az egyik, aki győz, az nagy várományosa lesz ennek a címnek. És érzelmileg én szeretném, ha igazat adhatnék Pedrinek, aki nyilatkozta napokban egy City-Barcelona meccset vizionál, mert én nagyon szerettem a régi Xavi Iniesta-féle Barca játékát, és azóta úgy mellettük maradtam jó részt, és a La Masia termeli ki a fiatal a tehetségeket folyamatosan, de tőlük bármi kitelik tényleg, az is, hogy most kiesnek simán a PSG-re, meg az is, hogy elmennek a döntőig. De az biztos, hogy az egyik oldalon a Real vagy a City lesz a másik, én azt gondolom. Befut a fináléba. Hát kíváncsi leszek rá nagyon. Ha már ezt a surranó pályát mondtam, én most úgy érzem, hogy ott az Atletico Madridnak van keresnivalója azzal, hogy megkapta a Dortmundot, és utána hát akár főleg ha a Barcelonával játszana, nem számítani feltétlenül esélytelenebbnek, de azért nagyon csodálkoznék, hogyha persze az Atletico Madrid BL döntőt játszana. Mondjuk arról az ágról, amit itt sikerült így összesorsolni,
ha nem a Paris Saint-Germain jut be, akkor mondhatjuk, hogy mindenképpen meglepetés történik, bár a Barcelona történelmében azért természetesen benne van ez. És hát ugye a hét másik kérdése a másik kupában, hogy Szoboszlai Dominik közelebb kerül-e esetleg egy európai klub a győzelemhez, vagy trófeához, mert a Liverpool pedig az Európa Ligában áll még. Meglátjuk, és akkor majd ezt is megbeszéljük a következő alkalommal. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szurkoljunk akkor együtt, hogy jól sikerüljenek a következő mérkőzések Pakson, meg a Sopron ellen, meg a Kaposvár ellen, meg a Békés Bajnokok Ligájában, akinek szurkol kedve és szíve szerint. És akkor egy hét múlva jövünk majd kibeszélni a történteket, vagy az egyéb érdekes fordulatokat, amik a sportvilágában addig történnek. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.